Sziasztok! Csongán Szuni már egy pár napja kért fel arra, hogy ezt a Dharma beszéd előtti bevezetőt tartsam. És hát nagyon izgultam, de szerette volna, hogyha egy kezdő elvonulósként, illetve a zenben egy új emberként beszámolnék a tapasztalataimról, úgyhogy ezeket szeretném most megosztani veletek. Úgy kerültem ide, hogy elméleti alapjaim voltak csak így egyáltalán a zenről, illetve a meditációról. Egy olyan iskolát végeztem, 3 éves képzés volt, ahol előírás, hogy meg kell csinálnunk egy 10 napos elvonulást. Egy integrál szemléletet tanulunk, ahol a különböző pszichológiai irányzatokat és a spirituális tradícióknak az elméletei alapját tanuljuk, integráljuk. És az elvonulás ahhoz kell, hogy egyfajta gyakorlatot is szerezzünk, illetve vannak még csoportterápiás élményeink, saját önismereti élmények. Úgyhogy nem teljesen saját motivációból vagyok itt, van benne egy pici kell, illetve úgy mondanám, hogy így jöttem, ami aztán elég szépen elkezdett átalakulni, és lett belőle egy saját hajtóerő is, így körülbelül az 5. nap tájéken. Hát, minden volt. Hullámvölgyek, hegyek, völgyek. Talán megpróbálom így időrendben lekövetni a 10 napot, az úgy talán nekem is követhetőbb. Hát első nap ugye vacsorára értem ide, többen velem együtt jöttetek, és már akkor megvolt egy ilyen szertartásos étkezésünk, amiből az volt az első élményem, hogy hú, ez tényleg hú, de zen, itt gyakorlatban rögtön lehet elmélyülni, csöndben, befelé figyelünk, és megnézzük, hogy mi van körülöttünk. Tehát, hogy a beszéddel nem tereljük el a figyelmet, és aztán volt egy eligazítás és egy meditáció, ott jól el voltam, nem volt semmi különösebb. Másnap kezdődött az én hullámvölgyem. A meditációk alatt a reggeli időszakban folyamatosan valami menekülési terven törtem a fejemet, hogy Úristen, ennyi kötöttség, ennyi szertartás, te jó Isten, hova kerültem, hogy fogom én ezt 10 napig kivírni? Ezt nem. Tehát amikor idejöttem, akkor bennem volt, hogyha most nagyon-nagyon nem tetszik, akkor tényleg nem csinálom végig, végül is most kikényszerít rá, de azért úgy voltam vele, hogy jó lenne megcsinálni, és azt reméltem, illetve olyanokat hallottam az elvonulásokról, meg ami miatt ezt kötelezővé teszik nekünk, hogy ez alatt a 10 nap alatt már lehetséges, hogy valamiféle személyiség formáló ereje elindul egy ilyen elvonulásnak, és erre viszont nagyon kíváncsi voltam, tehát ezt szerettem volna én is megélni, megtapasztalni. Úgyhogy azt mondtam, hogy belevágok, de ez az első nap az eléggé megijesztett. Mondom, te jó ég, kocsival hoztak ide, fogalmam nem volt, hogy jutottam ide, hogy jutok innen. És aznap volt az első interjú, ezt meg is osztottam Csongán Szunimmal, hogy hát igen, én már mennék. Viszont volt egy mondata, ami nem tudom, hogy volt megfogalmazva, de számomra azt sugallta, hogy hát ő aztán teljesen biztos benne, hogy én itt leszek a végén, és ez olyan volt számomra, mint egy ilyen bíztatás. Úgyhogy ez később olyan lett, mint egy ilyen fény az alagút végén, vagy egy ilyen aranyszál, amiben lehet kapaszkodni, hogy jó, valaki helyettem is tudja, vagy bízik benne, hogy én azért itt leszek. És a nehez az ezután jött igazából. Volt egy Dharma beszéd útközben, és az első interjú és ez az első Dharma beszéd, ez nagyon erősen hatott rám, és utána indultak be a folyamataim. Hát úgy nevezném a 3. napot, hogy kaptam egy karaktergörcsöt, ez most ilyen viccesen hangozhat. Tehát ami az önismeretem során felmerült, feljött eddig mindenféle beakadásom, érzelmi elakadás, fixációk, azok ott egy nap alatt töményen sűrítve mind megjelentek. Hát mondom, ez igencsak intenzív kaland lesz. És akkor tudtam, hogy ezt túl kellene élni, meg ez lenne a jó, ha ezen át tudnék menni, de annyira erős volt, hogy azt éreztem, hogy na, én tényleg elmegyek. Viszont mint hogyha az időjárás leképezte volna a belső világomat, és lehet, hogy ez többetekkel is előfordult, nem tudom, hát elkezdett a napos idő átváltani egyre esősebb, lucskosabb, sárosabb időre, és azon gondolkoztam, hogy én csak egy ilyen kis félcipőbe jöttem, sáros az út, nem tudom, hogy fog ide kijutni, fogalmam sincs, hogy merre van a pályaudvar. És azt éreztem, hogy te jó Isten, most tényleg nagy bajban vagyok, itt nem tudom, hogy fogok tudni kijutni. És akkor azt éreztem, hogy hát itt minden amellett szól, hogy hát maradni kell, de tényleg annyira erős volt, hogy azt éreztem, hogy Úristen, ezt nem fogom kibírni.
10 nap, mondom, hát ez ilyen kritikus mennyiség. És hát ez a sok el tartott itt. Aztán volt még egy eligazítás, pontosabban egy interjú dokhészummal, és hát azt éreztem, hogy beszakad a hátam, kínlottam, össze-vissza a meditációban, mondom, ez nem lehet kibírni, nem lehet figyelni, nem lehet koncentrálni, és hogyha már csak az elmúlna, milyen jó lenne, és olyan tanácsokat, utasításokat kaptam, ami aztán, hogy úgy mondjam, egy mantrává vált később bennem, amit utána tudtam követni. És az volt az érdekes, hogy az időjárással én is mentem bele így mélyen a folyamataimba, és nem hozott semmi megnyugvást. Azt éreztem, hogy ugyanazokat a köröket futom, ugyanazok jönnek fel, amik évek óta, tehát, hogy oké, ezt már tudom, most is ugyanolyan rossz, mint eddig bármikor az életem akármelyik fázisában, amikor ezek előjöttek, de hogy szeretnék ezen most akkor, ha már itt vagyok, és erre hátra van lehetőség, ezen most egy kicsit túllendülni, ennél egy pontnál legalább tovább jutni. És azt éreztem, hogy semmi nem hoz meg nyugvást, se a meditáció, se az egyik tevékenység, se a másik, mert ez így valahogy nem akar átlendülni. És az volt az érdekes, hogy rettenetesen agyalós vagyok, és nagyon sokat olvasok, tehát elméletben, agyban pörgök folyamatosan, és most nem hoztam magammal semmi olvasni, valahogy mondanám, hogy hát elvonulás, itt nem tömjük a fejünket mindenfélével, de azért csak találtam itt az előtérben egy koreai újságot, ahol éppen a zen buddhizmusról írtak, na mondom, jó, megnézem, és akkor amiket ott írtak, annyira szépen, tisztán össze volt szedve így az alapok a zenről, ami egyébként ismerős volt, mindet tanultam, de valahogy így benne ebben a folyamatban, benne ebben az elvonulásban újraolvasni ezeket, na az hozott először egy pici megnyugvást, és aztán szépen lassan kezdett ezt tisztulni, illetve jött még egy interjú, amikor kiderült számomra, hogy ez a 10 nap, ez egy konkrét dinamikával bír, hogy ezen valójában mindannyian valószínűleg átmegyünk, hogy mindenkinél először így bepörög, felpörög, és jön fel a cucc, és aztán majd szépen, ahogy múlik az idő, azzal tisztul is. Úgyhogy ebben bíztam a későbbiekben. És az az érdekes, hogy hát nem tudtam semmit, hogy milyen egy elvonulás, mármint, hogy saját élményem ugye nem volt ez az első, és hát a társaimat hallgattam meg, akik azért többnyire inkább vipasszanán voltak, és hát eléggé rémisztő dolgokat mondtak, úgyhogy én ilyen negatív előfeltételezésekkel indultam neki az elvonulásnak, hogy hát mondták, hogy hát elég szörnyű a kaja, meg hogy meg minden idegesítőket egy pár nap után már az utolsó legyet is ilyen iszonyú agresszióval csak megkagyott, és hát én ilyen nagyon szörnyűségekre voltam felkészülve, és ehhez képest idejövök, hát itt tök jó a kaja. Hát nem tudom, miről beszéltek itt, szerintem nem lefogyni fog, hanem elhízni, de tényleg ez nagyon jó volt minden. Ugye vannak ezek a közös munkák, és érdekes módon mindig hagymapusztulást kaptam az első napokban, amit azt gondoltam, hogy hát itt csirdogálok, amúgy is minden interjú után folytak a könnyeim, hol a meditációban, hol az interjú után. Na mondom, na még egy kör tisztulás, rendben van, adjunk neki minden oldalról. Aztán 2 napja azt éreztem, hogy jó, most már jó lenne valami mást is pucolni, nem csak mindig hagymát. Úgyhogy befogtak a zöldség szekcióba, így a krumpli és társai közé. Aztán, ami még egy érdekesség volt, hogy meditációnál aztán nem is tudom, egy olyan 7. nap környékére éreztem, vagy 6., hogy nem fáj a hátam, nem tudom, megtaláltam a megfelelő pózt, vagy csak az egóm játszott eddig is velem, és az feszült minden ellen, amúgy is, hogy a testi tünetek révén üzent, hogy nem. És az egy nagyon felszabadító érzés volt, hogy találtam 2 olyan helyzetet is, amiben azt éreztem, hogy nincs fájdalom, sehol semmi, szuper. Viszont az volt az érdekes, hogy időnként egyszer csak, mint egy hangstúdióban, vagy mint egy hanglemez felvétel, Csongán Szunim egyszer csak így dalra fakadt, és egy-egy a déli, vagy az esti énekből egy-egy sorral így bekúszik a fejembe. Na mondom, ezek a slágerek, amik így úgy látszik a kedvenc soraim már váltak, és aztán fel kellett ébredni, hogy na jó, de Szilvi, most meditáció van, ezt most egy kicsit kapcsoljuk ki. Nagyon klassz ez a sláger, de ez most nem az. Úgyhogy ilyenek is voltak, illetve az első napokban, ez még hát így a szenvedésem előtt közben alatt, hát a parketta és a padló, illetve az ajtó mintázat és a
mi ez, tapétán, gyakorlatilag egy egész mozi műsort végignéztem. Szerintem olyan vetítés ment, amilyen semmilyen moziban, rettenetesen sűrű, intenzív, és amit el lehet képzelni. Úgyhogy amit lehetett tenni, azt hiszem, ott a mindent beleláttam. És aztán az volt a jó, hogy én, aki azt gondoltam, hogy hát 10 nap az nem egy nagy idő arra, hogy az én iszonyat túlpörgős agyamat itt leállítsa, lelassítsa. Ez egy nagyon nagy meglepetés és felismerés volt, hogy igenis képes voltam ennyi idő alatt annyira lelassulni, hogy már-már ilyen mondatnyi szünetek, ilyen nulla gondolkodás időszakok megjelentek a meditációban. 3 módszert tanultunk, ezt mindegyiket kipróbáltam, és ami egy nagyon érdekes volt, hogy a másodiknak próbáltam ki ezt a mi ez kérdés feltevését, és hát egy kicsit csaltam, egy ponton túl átváltottam a ki vagyok én kérdésbe, és ez annyira jól sikerült, hogy utána volt egy beszélgetésem Csongan Szunimmal, ahol hát olyan információkat kaptam, vagy segítést, tanítást, ami azt éreztem, hogy így teljesen új megvilágításba helyezi azt, hogy akkor ki is vagyok én, mondom, hű, ez aztán nagyon működő technika, hova jöttem. Úgyhogy ez egy hatalmas meglepetés volt, és az elején rettenetesen befeszültem mindenre, ami formalitás, kötöttség, amúgy sem szeretem ezeket a túl merev szabályokat az életben semmilyen területen, nem szívesen követem őket, ha lehet inkább a szabad utat, az önállóságot, az egyéni utat választom. Szóval elég nehezen viseltem, hogy itt aztán nem mindegy, hogy hogy áll a kanál a szedénybe, hogy fogjuk azt a felszolgáló, nem tudom, fazekat, akármit, tehát ezzel elég sokat küzdöttem, és amikor megláttam az énekeket, hogy te jó Isten, ennyi mással hangzó egy rakásra értem, mert nem láttam ennyit egy helyen, hanem hogy lehet ezt elolvasni, kiejteni. És aztán lássunk csodát, az volt a furcsa, hogy amikor úgy magával ragadott egy-egy alkalom, egy-egy éneklés, akkor azt vettem észre, hogy hoppá, egy-egy sor kivételével, már pedig jó pár oldalt olvasgattunk, úgy tényleg folyékonyan el tudtam olvasni ezt a sok-sok halmozott más hangzós szót is. Úgyhogy én, akitől azt gondolom, hogy a keleti nyelvek egyébként elég távol állnak, nagy meglepetéssel tapasztaltam, hogy hát ezt mégiscsak el lehet mondani. Azt még mindig csodálattal nézem, hogy vannak, akik ezt kívülről fújják, mondom, húja, ahhoz nem tudom nekem hány év kellene még a jövőben, de hogy tényleg le a kalappal. És hát a mantra, amit szerettem volna megosztani veletek, amit Dokhé Szunimmal való interjúm után állítottam fel, rájöttem, hogy a Nike Sport márka szergyártó egy nagyobb túrantot, csak nem tudott róla. Tehát ez a hogyan lehet kijönni a fejünkből, és leállítani az agyalást, mert azt mondják egy agyalósnak, hogy de agyalj, meg ne gondolkodj, hát ez olyan, mint azt mondanak, hogy de ne vegyél levegőt, és akkor azt hogy kell. Tehát, hogy azt éreztem, hogy ez a körbe-körbe futok ugyanaz körül, és nem látom a kiutat, fogalmam sincs, hogy fog ez áttörni. És Dokhé Szunim csak annyit mondott, hogy csak csináld, csak maradj a technikánál, ezért ilyen egyszerű, csak csináld. És akkor rájöttem, hogy ez a szlogen, ez a just do it, ez az, ezt kell követni mostattól, úgyhogy az elkövetkezendő napokban folyamatosan ez pörgött a fejemben, hogy így van, csak csináld. És tényleg azt érzem, hogy jöttek változások. Nyilván nem történt óriási, nem tudom, csoda ebben a 10 napban, viszont az nagyon meggyőzött, hogy igenis elindultak folyamatok, az a sok minden, ami feljött, az oldódott, változott, lazult, tehát ezt, hogy egyáltalán ennyi minden beindult, változik, az meggyőzött arról, hogy ez egy jó dolog, és azt hiszem, hogy ezt fogom csinálni, csak csinálni. Úgyhogy nem tudom, hogy mennyire sikerül majd beépíteni az életembe a gyakorlást, de azt gondolom, hogy azon leszek. Most megnézem magam egy hétköznapi közegben, a mindennapokban, hogy ott mit sikerült magammal vinni, megtartani ebből. Tehát nem akarok előre dönteni erről, amúgy is most itt vagyok, most legyek itt. És hogyha úgy adódik, hogy ez az utam, vagy hogy ezzel van dolgom, akkor úgy is úgy alakul, hogy megtalálom az időt, a helyet. És a módot, hogy hogyan csináljam, mert ezt fogom tenni, csak csinálom. Köszönöm szépen.